magához hívta Jézus tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék őket, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Máté 10.1 Van erőnk, a hit aktiválja az erőt. A Máté 17-ben azt olvassuk, hogy Jézus felvitte Pétert, Jakabot és Jánost arra a hegyre, amit a megdicsőülés hegyeként szoktak emlegetni, és ahol Jézus átváltozott a szemük előtt. A tanítványok közül csak Péter, Jakab és János volt Jézussal a hegyen. A többi kilenc tanítvány ez alatt a hegy lábánál maradt. Egy férfi odavitte hozzájuk a fiát, ám a tanítványok nem tudtak segíteni neki. Kapcsolódjunk be a történetbe a tizennegyedik versnél. Amikor leértek Jézus, Péter, Jakab és János a sokasághoz, egy ember oda ment hozzá, térdre borult előtte, és így szólt. Uram, könyörülj a fiamon, mert holt kóros, és kegyetlenül szenved, gyakorta esik tűzbe, és gyakorta vízbe. Elhoztam őt a tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Máté 17.14-16 A kilenc tanítvány szolgált a férfi fiának, de nem tudták őt meggyógyítani. Ahogy látjuk a vezér igényből a Máté 10.1-ben, Jézus mind a tizenkét tanítványának hatalmat adott arra, hogy kiűzzék a gonosz szellemeket. Tehát nem mondhatjuk, hogy nem volt erejük. Nem mondhatjuk, hogy nem volt hatalmuk, mert Jézus azt mondta, hogy adott nekik, és hiszem, hogy az igazat mondta. Miért nem tudott a kilenc tanítvány segíteni a fiún? Jézus a Máté 17-ben adja meg a választ. Jézus pedig felelvén mondta, Ó hitetlen és elfajult nemzetség! Vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? 17. verszak Jézus hitetlennek nevezte a tanítványokat. Azután megdorgálta a démont, és a fiú meggyógyult attól az órától fogva. A tanítványok kaptak erőt, ahogy mi is. Ahhoz, hogy ne legyünk tehetetlenek, a hitünknek kell ezt az erőt aktiválnia. Megvallás. Jézus erőt adott nekem, minden betegség felett. Ezért használom a hitemet arra, hogy működésbe hozzam ezt a gyógyító erőt. Nem leszek hitetlen, hanem hinni fogok. Hiszem, hogy Jézus Krisztus hordozta a betegségeimet. És viselte a fájdalmaimat. Hiszem, hogy az ő sebeivel meggyógyultam.